Idén is színes programokkal várja a látogatókat a Szívünk Napja Debrecenben, szeptember 29-én. Mindenről szerdán sajtótájékoztató keretében számoltak be az érintettek. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését központba helyező rendezvény már nem először van jelen a város életében. Azért fontos, mert a betegeknek a fele Magyarországon is, vagy több mint fele szívérrendszeri betegség miatt hal meg. A világon 18 millióan halnak meg egy évben szívérrendszeri probléma miatt, és ezeknek egy része, minimum a fele, de talán több is, megelőzhető nagyon egyszerűen életmóddal. Nem kellene dohányoznunk, mozognunk kellene, le kellene adnunk a testsúlyunkból adott esetben, figyelni kellene, hogy mit teszünk. Tehát ilyen egyszerű dolgokkal. Erről szól ez a nap. Ezt próbáljuk meg elmondani. A látogatók bepillanthatnak a SET központ munkájába, és megtekinthetik az Unifit edzőtermeit, ahol személyi edzők segítségével ki is próbálhatják a sporteszközöket. A szakemberek bemutatják majd azokat a módszereket, amelyeket az élsportolók edzés tervezésénél alkalmaznak, de amelyek jól használhatók azok számára is, akik életmódváltáson gondolkodnak, vagy a már meglévő életvitelüket tudományosabbá szeretnék tenni. Ez magába foglalja a testösszetétel meghatározást, ezzel összefüggésben diétás tanácsokat is szeretnénk nyújtani az érdeklődőknek, illetve szeretnénk bemutatni egy olyan módszert, amelynek segítségével meg lehet határozni azt, hogy egy testmozgás kapcsán mi az a pulzus tartomány, aminél a lehető legoptimálisabb a zsírégetés mértéke. Ez az úgynevezett spiroergometriás eszköz, amit hát a televízióban és sportolóknál általában ilyen maszkos futásként szoktak bemutatni, és, mint említettem, ami felhasználható egy életmódváltó program kapcsán is. A látogatók azon túl, hogy sportolhatnak, szűréseken és tanácsadásokon vehetnek részt. Beszélgetéseket is hallhatnak a debreceni sportélet néhány ikonikus alakjával, többek között Csapó Erikával, egykori kézilabda játékossal. Azt gondolom, és talán ez is lesz a mottom nekem személy szerint, hogy arról beszéljek, vagy azt képviseljem, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekek már elég korán, kicsikorba elkezdjék magát az aktív mozgást. Természetesen aztán, hogyha az aktív mozgás megtetszett nekik, hogy hogyan és miként válhatnak élsportolóvá, és hogy ez miként fogja az ő életüket befolyásolni, ami az egészségüket is illeti. A Magyar Kardiológusok Társasága az idei kampányt a Debreceni Egyetemmel közösen szervezi.